hét, ezért nem sok edzést tudtunk elvégezni, de azt gondolom, hogy azt a munkát, amit terveztünk, azt sikerült, és szeretném visszalátni a pályán ezt. Gondolom, hogy a nagyobb csapatok ellen mindig felszívja magát az együttes. Ez ki is tart egy 30 percig. Azt a 10 percet, hogyha le tudjuk küzdeni, akkor biztos, hogy még szebb eredményeket tudunk elérni. Remekül kezdett Pécsett a feketemezes Deac, hiszen a debreceniek légiósai közül a zsinórban harmadik bajnokián eredményes Tiago és az első forduló után gólt szerző Uzsoa is betalált az első 3 percben. A 8-ból 2 mérkőzésüket behúzó cívisvárosiak ráadásul negyed óra elteltével már 3-0-ra vezettek, hiszen a házi gól király Tóth Attila is bevette ekkor a meccsek aljaiak kapuját. Csúnya szóval kivégeztük az ellenfelet, és mi zavarodtunk meg. Mi nem tudtuk játszani azt, amit megbeszéltünk, ez a részem elég szomorú, és természetesen utána már a Pofáros kifelé pattan a labda, ez egy törvényszerű dolog, bár nem szeretem ezt így megfogalmazni, de ma is bizonyítottuk, hogy amikor az ellenfél csúszik, mászik és négyen fekszenek, attól mi még rúgunk egyet, hát ha átmegy a testükön, nem megy át, nem jellemző. A PTL legtöbb gólt szerző játékosa Bartal Bence Máté még az első félidőben szépített, így féltávnál 1-3 volt az állás. A Veszprémet sikerült megvernünk, akik eddig veretlenek voltak. És meg jöttünk a Pécshez egy nagyon hosszú út után. Nem mondom, hogy a lábakban fáradtság volt, mert eljöttünk egy nappal hamarabb is, amivel ezután is szeretném megköszönni, de aztnak tényleg, hogy ezt lehetővé tette, viszont így a második félidőt nem lehet lejátszani, hogy ezt mi lejátszottuk. A 33. percig így is változatlan maradt az eredmény, ám ekkor az élet első élvonalbeli gólját szerző Molnár Csongor felhozta 2-3-ra a csapatát. Sőt, az első forduló után betaláló Vénusz Soma ki is egyenlített a mérkőzés hajrájában. Hát az MB2-ben sok hasonló mérkőzésünk volt, amikor tudtunk fordítani. Fél időben is azt kértem a fiúktól, hogy hasonlóan menjünk bele a mérkőzésbe, mint ahogy ott is tettük, és bejött. 2 perccel a mérkőzés vége előtt Bálint Gergő góljával 4-3-ra már a pécsiek vezettek, az előnyt pedig nem engedte ki a kezéből az újonc, amely megszerezte első győzelmét a futszál NB1-ben, így már nincsen nyeretlen csapat a bajnokságban. Végre visszakaptuk a sorstól, amit megérdemlünk, küzdöttünk nagyon, 3-0-ról felálltunk, ez egy kevés csapat állt volna föl 3-0-ról, felálltunk, nyertünk, végre, nagyon vártuk. A PTL legközelebb a Kecskeméttel találkozik, a Deac pedig az MFA otthonában próbál javítani.